Azon gondolkoztam, hogy hogy kezdjük el ezt a beszélgetést. Te kezded, én kezdem. Minden Nálad kezdem. vagyunk. Nálam vagyunk. Te De igazából én kérdezlek téged. Igen, ez fordítva van, mert ugye itt vannak a face to face beszélgetések. A nevezük tanácsadásnak, bár én nem tanácsot adok, nem szoktam tanácsokat adni, hanem hanem megkérdezem azt, hogy kinek milyen céljai vannak, elkezd beszélni róla, majd előbb-utóbb eljutunk egy olyan pontig, amikor radok neki valamilyen feladatot. Fontosak a célok. Tehát azokkal az emberekkel, akik mondjuk céltalanul kóvályognak a nagyvilágban, mit tudsz kezdeni? Hát az első dolog, hogy kibillentem őket abból a stabilitásból, amelyben céltalanok. Mert annál rosszabb nincsen, hogy stabilan vagy céltalanságban. Lehet, hogy teljesen jól el vagy lehet, hogy teljesen jól eléldegész, de, de én hiszek valami olyasmiben, hogy, és itt nem az élet utáni életről beszélek, hanem hiszek egy olyanban, hogy ha valamit csinálunk, annak nem csak egy értelme kell legyen, és így magában, a, ha megszülettünk és élünk, ennek sem lehet közvetlenül csak egyetlen egy értelme. Ennek kell legyen még valamilyen más értelme, Vegyük mondjuk azt, hogy van egy férfi, szeret egy nőt, ennek kell legyen még egy értelme, hogy szereti azt a nőt, ebből lesz majd a család, ebből a családból lesz egy gyerek, ez a gyerek lesz egy akár zseniális, akár nem, de a világ kerekén akár mozdíthat jobbra, balra, vagy előre, vagy hátra. De az igaz, hogy amikor valaki azt mondja neked, hogy két percben mutasd be akár magadat, akár azokat a dolgokat, az EOS-t, amivel foglalkozol, az téged végtelenül felháborít? Ez igaz, és egyébként a két percet álltam, egy nagyon picit túlszoktam A két perc lépni. háborít fel, vagy az, hogy be kell mutasd magad? Vagy hogy be kell mutasd azt, amit... A amit felkészületlenség, a kérdés felkészületlensége bosszant föl. Tehát ez a felelősség átrakása. Tehát nincs felkészülve mondjuk valaki abból, hogy mit nem ért az eos -ban. Tehát ha fölteszi a kérdés az, hogy hogy, hogy lehetséges az, hogy valaki nem rendelkezett egy képességgel pénteken, hétfőn pedig professzionális módon ad választ valamire egy olyan területen, amiben egyáltalán nem volt otthon, se tudta, hogy létezik. Jó, ne siessünk ennyire előre. Képességekről fogunk ma beszélgetni. De én azt gondolom, hogy akik meghallgatják majd ezt a hanganyagot, vagy megnézik ezt a kis beszélgetést, azok közül nyilván sokan felkészületlenek lesznek, és alapvetően ez a mai beszélgetés, szolgáljon nekik egy ilyen kiindulópontnak abban kapcsolatban, hogy egyáltalán mi az, amit, hogyha leülnek veled, vagy találkoznak veled, akkor kaphatnak. Miért jöjjek el én hozzád, és mit tudsz nekem te adni, amitől nekem meg tud változni az életem? Ha kiindulok egy teljesen egyszerű hétköznapi szituációból. Üzletben, magánéletben, uh -huh. szerelemben, sikerben. Ez komplet, amit kapok, vagy alapvetően ez tőlem függ, hogy mi az, amire nekem szükségem van, és mi az, amit belőlem te ki tudsz hozni? Tőled annyiban függ, hogy te valamikor megszülettél, amikor megszülettél, ez valahol történt, és valamilyen ö, események után születtél meg. Tehát, tehát találkoztak a szüleid, stb. itt és itt, és történt valami, Megszülettél valahol. Ez egy, ez egy adottság. Kapták genetikai képességektől kezdve, egyéb más képességeket. Most már a tudomány rengeteg mindent felt, felfedezett, hogy mi minden van amellett, amit eddig ismertünk, és hol rejtőzködnek a különböző képességek, lehetőségek az emberben. Nyilván itt elindul egy út, és ez is. Későbbiekben mondjuk, akkor, amikor találkozik vele valaki, akár itt vagy szemináriumokon, akkor lesz egy adottsága, ő erre képes, de nem aknáztam még ki teljesen azt, amire képes. Vannak céljai, vagy megfogalmazta, vagy nem, de hogyha valami létezik, az azt jelenti, hogy annak van egy funkciója, ha van funkciója, azt valamire lehet használni. Ha szerencséd van, ezt eltalálod, és ezt megnevezed, mint célnak, akkor neked nagyon könnyű utad van oda eljutni, hiszen a képességei szerinti célt tűztet ki. Ha eljön hozzám bárki, akkor két dolog. mindenkinek van képessége valamire. Valamire mindenkinek van képessége, és én azt állítom, hogy mindenki önmagában lehet zseniális, ha megtalálja pontosan azt, amire ő ebben a világban hivatott. Úgy gondolom, hogy hogy mindenkinek van egy egy olyan képessége, amely egyedi lehet, és ha szerencséje van, akkor ebben a korban ez a képesség kiaknázható. Hol értékes, hol nem. Tehát vannak olyan... Mi van a nem értékes képességekkel? Sajnos nem tud érvényesülni. Tehát a nem értékes képességet a társadalom éppen nem fogja, nem fogja értékelni. Nagyon sokat dolgoztam programozókkal, fejlesztőkkel. Száz évvel ezelőtt a programozók és a fejlesztőknek a gondolkozásmódja módja az hol tudott érvényesülni. Tehát ők voltak azok a csodabogarak esetleg, akikre azt mondták, hogy, hogy ennek, ennek sem értelme, hogy te így gondolkozol. Menjék ki, kapálják, a ennek van értelme. Vagy, vagy ha üzleti érzéket van, egészen másképp kellett az üzleti érzéket érvényesíteni. Ebben a korban viszont pont ez a gondolkodás az, amelyik felértékelődik, hiszen a programozáson keresztül, a fejlesztésen keresztül hihetetlen előnyökhöz jutnak, eh, ahhoz képest, mint például egy művész hozzájuthat. Tehát ma egy művészi adottságú ember, ez persze régen is így volt, az nehezen érvényesíti magát, egyszerűen. Úgyhogy ez a kor most kedvez a, a programozóknak. A programozóknak. De, De magad is egyébként, ha nem is, műszakilag, de programozó vagy. Arról van szó, hogy, hogy cselekszünk bizonyos dolgokat, és ezeknek a cselekményeknek a hatására előre meghatározható, hogy nagyjából mi történik majd egy másik oldalon, vagy a külvilágban. Tehát nagyon egyszerű, ha folyik a víz erre felé, és én erre felé ások árkot, akkor a víz majd előbb-utóbb arra fog folyni. Ezt nevezhetjük programozásnak. Tehát a programozás nem más, mint lehetőséget teremtek a változásra. Ezzel válaszolom meg talán az előző kérdésedet, hogy ha eljön valaki hozzám, vagy bárki eljön hozzám, akkor mit fog kapni? Akármi a szakmája, akárhonnan jött, akármilyen képessége van, én a gyökeret fogom megfogni, és ott fogok egy olyan változást létrehozni, a lehetőségét létrehozom, megteremtem neki, amelyben ő a tehetsége szerint ott erősebben változni fog. Egyébként minekre szükségem a változásra? Mindent, tehát a változást azt nem lehet elkerülni? Nem lehet elkerülni a változást. Tehát... Mi van akkor, hogyha én jól érzem abban magam a bőrömben, minden klaffol, minden szuper, boldog család, sikeres munka, rendben van az életem. Miért kell változzak? Talán a biológiát tudom hozni legjobb példának, tehát a szervezetünkben azok a részek, amelyek nem változnak, amelyek nincsenek kitéve a külvilág változásainak, védve vannak, és nincsen olyan funkciója, amiben nagyobb terhe, nincsenek olyan külső hatások, amelyekben nagyobb terheléseknek kell megfelelniük, ezek a szervek ezek elkezdenek majd pangani, ezek elkezdenek visszafejlődni, majd akár sok-sok sok év múlva az emberiségből a revolúció során akár el is tűnhet, vagy, vagy teljesen. Tehát magyarul, változás. aki nem képes a változásra, az egy idő után ősköveté válik, mint a dinoszauruszok, és kihal? Hát igen, feltéve, ha a dinoszauruszok unalmuba haltak ki, de, de, de valójában igen. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy ha nincs vérkeringés, nincs változás, nincs új anyag, nincs új információ, akkor ott megszűnik az élet. És ahol megszűnik az élet, onda már többé soha nem is fog menni új információ és új anyag. Elszigetelődik, majd az elszigetelődésében egyszerűen Megszűnik, El Te mi alapján szelektálsz, hogy ki az, aki adott esetben alkalmas vagy képes a változásra, ki az, akit az érdemes egyáltalán megtisztelned a figyelmeddel, az energiáiddal, a gondolataiddal, vagy alapvetően ez mindenkire működik? Mindenkire működik, természetesen lehet stratégiát választani, hogy éppen mikor, kire lehet fókuszálni jobban. Tehát magyarul a változásra mindenki alkalmas? Mindenki. Abszolút mindenki alkalmas, mindenkinek muszáj változnia. Korunk nagy betegsége, hogy nem változunk. És nem, nem mondanám korunknak betegségének, úgy gondolom, hogy ez mindig is így volt, hogy van, aki változott, valaki nem. A változás hozta mindig az újdonságot, és a változásban van mindig egy akkora szél, hogy előre haladjunk. A stagnálásban mindig bukás van, elsorvadás van. Akár az üzleti életben, akár a szerelmi párkapcsolati életben, akár az egészséget vehetjük figyelembe. Ott, ahol nincs változás, ott, ahol nem vagyunk képesek eh, hozzászokni egy újhoz, ott biztos, hogy előbb-utóbb bukás lesz. Ez nagyon fontos például egy üzletben, akinek nagyon jól megy, és hátradől, és nem csinál semmit. Ez csak a látszat, hogy bizonyos gazdag emberek csak úgy nyaralgatnak, és nem csinálnak semmit. Azok előbb-utóbb majd nem nyaralgatnak, és, és már nem tudnak mit csinálni, nem tudják ismét megcsinálni üzletüket. Mondogatják, hogy hát, egyszer raktam még egyszer összerakom, kétszer össze raktam még egyszer összerakom. Ez nem igaz. Akkor rakja össze még egyszer, Hogyha összerakta, és az működik magától, akkor már egy másikban szintén megméretteti magát, akkor igen, akkor ő hozzá van szokva ahhoz, hogy edzésben van az élethez, és bármi úgy jön, akkor akkor lehet, hogy kellemetlen, de le fogja gyűrni. Aki viszont csak úgy hátradől, az előbb-utóbb jön egy változás, és elcsöprőjött. Te sok bukást láttál már az életedben? Sokat, nagyon sokat. Tanítványoknál nagyon rövid időn belül, a, ugye az a nem oktatásnak hívom, mert nem oktatok, de de ezekben a folyamatokban, amiben fejlődnek az emberek, ezekben rettentő sok hibát lehet Véteni. Egyébként pont azokat a hibákat véti el mindenki, speciálisan saját maga számára azokat, amelyet az életben is Mik a leggyakoribbak? Elhibáz. Lustaság, figyelmetlenség. Ez a legveszélyesebb kettő. A lustaság, figyelmetlenség az, amit sokan a bukásoknak a forrásának titulálhatnak? Igen, igen. Nevezhetném úgy is, ami ma a nagy divat, a motiváció, hogy motiválni kell az embereket, ugye a motiváltság a lustaságot egy kicsit kibjelenti, nem fogja, mert a lustassághoz képesség kell, hogy, hogy hát új képesség. Na jó, akkor kell, itt de... egy picit meg. Tehát azt mondod, hogy ma, amikor tele van mindenki motivációs idézetekkel, és bújják ezeket a különböző üzleti könyveket, mm -hmm. akkor ők azért nem feltétlenül tudnak ebben mondjuk megoldást találni, mert a motiváció maga kevés. Így van. A motiváció az nem más, mint megmozdítani valamit. Tehát nagyon-nagyon fontos. Egy, egy, folyamat, egy fejlődési folyamatnak az első lépéseként a motiváció elkerülhetetlen, hogy meglegyen. Mondhatnám azt is, hogy a vallási környezetben ezt nevezzük hitnek. Ha nincs hitel, nem tud a vallási környezetben megélni de egy tudományos környezetben is, ha ő nem hisz abban, hogy, hogy a tanára jót ad neki, és az érthetetlenből majd lesz valami érthető dolog, akkor nincs hite, akkor nem fog tovább menni. Tehát kell a motiváltság. De a motiváltság után jön a képesség. És a képesség fogja meghatározni a cselekvő képességet. Tehát azt, hogy mit fog csinálni. És hogy mit csinál, az már nem mindegy. Az már nagyon fontos a siker érdekében. Tehát magyarul te nem csak motiválsz, Igen. hanem gyakorlatilag azt a képességet kiaknázod, és ez cselekvő képességé gyúrod fel, vagy legalábbis tranérozod fel, hogy az, akinek megvan a képesség, az valóban használja is. Igen. Felhasználom a, a természetnek azt a, azt a részét, hogyha elindítunk egy folyamatot, és abba beleviszünk egy bizonyos harmóniát, ezt értsd úgy, hogy megvannak a pontok, hogy mikor mit kell csinálni. Ez a harmónia egy viszonyítási. Tehát ez egy viszony tulajdonképpen a környezet és te közötted, és ebben benne van a gondolkodás, a cselekvés és az érzelem. Tehát itt a motiváltság fontos az érzelemnél, a cselekvésnél és a gondolkodásnál is. Ha ezek megvannak, akkor ezek a képességek biztosítják azt, hogy mindenképpen lesz eredményed. Tehát a jó hír az, hogy mindenképpen lesz eredménye. Tehát magyarul, amiben ami te közben jársz, az 100 százalék eredmény garanciával jár. 100 százalék eredmény garanciával jár, hogy, hogy az eredmény változás. Az pozitív vagy negatív, az egy másik történet, nem? Vagy... Pozitív. Pozitív? Pozitív. Az, hogy pozitív vagy negatív, ez kizárólag a távlatok függvénye. Rövid Aha. távon azt mondom, hogy ez negatív. Hosszú távon azt mondom, hogy ez, ez, ez pozitív. Ez... E, e, az eredmény garanciát azt úgy kell érteni, hogy mindenki garanciát vár az életben. Én arra tudok garanciát vállalni, hogy ha valaki hozzám eljön, én vele foglalkozom. ezt tudom biztosítani. Erre tudok garanciát, garanciát vállalni. Az, hogy ő holnap fog -e tanulni, az, hogy holnap eljön -e. az, hogy holnap ő megérti a célját, megérti azt, hogy az célja meg kell változzon ahhoz, hogy a valódi vágyait elérje, mert nem a cél kell majd, hanem a vágyakat kell kielégíteni. Erre én nem vállal garanciát, arra igen, hogy a lehető legtöbbet megteszek, amit csak lehet. A rászánt időben rá fogok koncentrálni, és akármilyen nehézsége van, én kegyetlenül átviszem rajta, amíg ő ki nem száll. Mi a leggyakoribb, amivel megkeresnek? Gatyán György akarok lenni. <laughs> Tényleg? Igen, ez... De Gatyán Györgybe a milliárdost látják, a vezetőt látják, a sikeres üzletembert látják, vagy ez, ez a, ezt nem lehet külön választani? Ez Gatyán György egy nagyon érdekes eset azért itt Magyarországon. Egy, valóban, és én mivel az ő pályáját erősen segítettem, tehát az ő üzletében benne voltam, bőven, mint fejlesztés területén, mármint humán fejlesztés területen, tehát őt fejlesztettem, hogy képes legyen ezeket a terveket megcsinálni, ami ő saját magának kigondolt. Így közelről láttam azt, hogy igen, ő valóban nem magyarországi tőkéből szedte össze centenként, dollárunként a vagyonát, és rakta össze azt a birodalmat, amelyben ő most szabadon élhet. A a másik, hogy Gatyán György létrehozott valamit Magyarországról a világban, ami a világban nagy. És ez egy technikai dolog, tehát ő egy technikát rakott, egy platformot rakott össze, olyat rakott össze, mint a YouTube, olyat rakott össze, mint akár kirakta össze a telefonhálózatokat és az ilyen cégeket. Az, hogy az emberek mire használják ezt, a, ezt az egészet, ez már csak a társadalomnak a, a, a kérdése, de... De az, ami összeállt, az persze nem egyedi a világban, de volt idő, amikor a legnagyobb, és most is a legnagyobb köz, bak közé tartozik. És, és ez egy hihetetlen jó példa az emberek számára. Beszélhetünk arról, hogy mi volt ott a feladat? Új életet szeretett volna egy vállalkozó, egy olyan életet, amely amelyre a társadalom felfigyel, és ő maga büszke lehet arra, amit elért. Pénzt mindig tudott csinálni. Tehát vállalkozásai voltak, mindig meg volt a jó pénze, de mint mindenkinél elmegy egy pontig, stagnál, ennyi pénzt tud keresni, majd lezuhan. Stagnál, lezuhan, és mindig újra tudta építeni magát. Ő szeretett volna följebb menni egyrészt, másrészt úgy szeretett volna följebb menni, hogy azt, amit, az, amit csinál, arra ő maga is büszke legyen és olyat érjen el, olyan rendszert építsen, ami, amire nem volt képessége. Az, az én... áttörést azt neked köszönheti? Abszolút. Tehát ez egyértelműen. Ezt nagyon sokszor kifejtette, hivatalosan Friderikus interjúban nyilatkozta le, de, de minden szeminárium után az a szemináristák előtt megköszönte, kifejtette, elmondta, a cégében mindig elmondta, hogy fontos az EOSZ, fontos az ő életében, fontos az emberek életében, hogy az eos tudnak járni, az én tréningjeimre, a szemináriumokra. Ezeket mindig nyíltan felvállalta, és, és ezeket elmondta. De mint amennyire nem nyilatkozott a Friederikus interjún kívül, Gyakorlatilag sehol, tehát más platform erre nem volt, hogy az embereknek elmondja. Tehát mi gyerekkori barátok voltunk, és én a gyerekkori barátságban nőttem ki egy olyan, olyan pozícióban, amiben azt mondhattam, hogy én tudok segíteni neked egy olyan területen, amely területben én nem vagyok otthon, és ez az üzleti terület. Mert hogy én az emberhez értek, és nem, nem ezekhez a dolgokhoz. Ő értett a pénzhez, ő értett az, ahhoz, hogy vagyont, teremtsen, én ahhoz értek, hogy birodalmat teremtsek. Ahhoz értek, hogy, hogy egy olyan életet kreáljak, egy olyan élethez segítselek hozzá téged, független az anyagiaktól, meg mindentől, amelyben a te életed, a te birodalmad, a te szabályaid szerint történik minden, és ha te így szeretnél élni, akkor elérhető, hogy te úgy fogsz élni. Ezért szoktam úgy nevezni, hogy a saját életed egyfajta birodalom, ahol te vagy az uralkodó, és ha nem, akkor te nem vagy boldog. Mert akkor más mondja meg. A boldogságnak nincs. az alapja az, hogy minden egyes helyzetben, minden egyes történést kontrolláljuk, és én döntsek? Nem, nem. Ez, ez biztos, hogy ez egy beteges élet lenne, és egy nagyon nehéz élet lenne. A boldogságnak az alapja az elégedettség. Bármilyen szempontból nézzük az elégedettséget. A boldogság, ha nézzük egyfajta fizikai modell szerint, akkor az olyan, mint a. a a túltöltöttség, hogy onnantól kezdve te neked már semmire nincs szükséged, te csak leadsz. Tehát ez egy sugárzó állapot. Most kinek mi a boldogság? Valakinek valóban a pénz jelenti a boldogságot, tehát ő neki telítődnie kell pénzből. Valakinek hatalomra van szüksége, és abból kell telítődnie, és akkor úgy lesz sugárzó állapotú. Valakinek csak szerelemre van szüksége, valakinek csak szeretetre, valakinek csak kisebb céljai vannak, és ha azt megkapja, az akkor elégedett, és ő már boldog ezek a igazi boldog emberek, akiknek ilyen dolgok kellenek. ez nem jelenti azt, hogy ők nem mehetnek nagyon messzire, és nem tudnak nagyon nagyra nőni, vagy nem lehetnek gazdagok. Ugyanúgy érhetnek gazdag életet, vagy szegény életet, ez nem számít a boldogság szempontjából. Tehát a boldogságot azt nagyon gyorsan el lehet érni. Egy szeminárium alatt, sőt már az első nap bőven a boldogságot elérjük. Telített állapotba kerülnek az emberek, innentől ettől a ponttól kezdünk dolgozni. De ezt nagyon könnyen Bárkinek. Azt mondod, hogy mindenki Gattyán György szeretne lenni. Uh -huh. De bárkiből lehet Gattyán György, Györgyöt csinálni? Alapvetően Gattyán Györgyöt Gattyán Györgyből lehet csinálni. Tehát az első mondatom erre a kérdésre, hogy nagyon szép kérés, megértettem. Kovács Gézát tudok csinálni belőled. Gattyán Györgyből Gattyán Györgyöt tudtam csinálni. Ha megfelel neked Kovács Géza mondjuk háromszor a vagyonnal, mint Gattyán Györgynek van, akkor folytathatjuk a beszélgetést. De akkor a butaságnak tartom az, hogy csak odáig nézünk, ameddig látunk, hogy látunk egy Gattyán Györgyöt, aki fantasztikus eredményt ért el, sokkal messzebbre, el lehet menni, és nem feltétlenül csak a pénz területén. Ki az, akire meg büszke vagy? Rengeteg emberre, olyan emberekre, így név nélkül, akiknek nem lehet egy gyereke. Minden volt, hogy milyen lombik programom volt. A szeminárium után 9 hónappal gyerek van, ilyen 10-15 ilyen esetünk van. Olyanokra, akiknek akár rák, voltak, ha csak az egészségügyi területet nézzük. Párkapcsolatok terén rengeteg ember volt nálunk, tehát volt nekünk egy szexológiai rendelünk, ahol, ahol egyszerűen nem tudtuk ellátni a jelentkezőket, olyan sokan voltak, és a képességet nem tudtuk átadni másoknak, hogy megoldják ezeket a problémákat. Így ö, nekünk kellett csinálni. Nagyon sokszor bezártuk azért, mert elfáradtunk. De mindig is ö, visszajöttek az emberek ott. Például a szexuális párkapcsolati problémákat megoldottuk, és, és utána ők boldogan éltek. Találkoztunk 5 tíz év múlva is emberekkel, akik oda jöttek az utcán, hogy jártak nálunk, és, és minden rendben van azóta. Tehát ezekre mindenképp boldog vagyok. Voltak speciális csapataim, akiknél nagyon a eredményeket el, lehet el lehetett érni. És olyan képességeket kaptak, amelyben tudtak másokon segíteni már. És nekem ez a célom, hogy ne én segítsek az embereken, ne én legyek az az egyetlen, aki akihez jönnek, hogy hogy változni szeretne az életük, akkor, akkor én segítsek ebben, hanem megtanítom nekik azt, hogy hogyan lehet ezt megtenni, úgy hogy ahogy magukon megtanulják, már meg tudják csinálni másoknak is. Én ebben hiszek, hogy hogy nem csak a most jelenleg egyébként csak te vagy képes erre Magyarországon vagy akár így a világban? Hát amire én vagyok képes, csak én vagyok képes. Tehát az én vagyok. Az egyértelmű. De, de nagyjából érted a kérdést ugye. Igen én nagyjából értem jól. a kérdést, tehát biztos, hogy van egy csomó ember, aki vagy biztos vannak emberek, akik képesek erre. Én keresem ezeket, azért annyira nem találtam, akik ilyen úton tudnak, vagy ennyire komplexen nézik ezt az egészet, és így hoznak le, létre változásokat az emberekbe. Olyat meg főleg nem lát, találtam, akik, akik ha létrehoznak változást, önálluk meglátszik az, hogy valóban az a cél, hogy az, akinek átadta a tudását, az még többet elérjen, mint ő maga. És nekem ez a célom, hogy, a többiek többet elérnek, mint én. Úgyhogy azt mondanám, hogy még nem találkoztam olyannal, aki ezt így meg tudja oldani. Mi tanács annak, aki változtatni akar az életén, de töpreng? Töprengeni lehet, és a türelm is egy nagyon nagy erény. De egyet nem szabad elfelejteni a mestereknek, a tanároknak, a tanítóknak a jótevőknek, a segítőknek is ketyeg az óra. Mindenkinek ketyeg az óra. Lehet töprengeni, de az idő elmegy. És elmegy felettünk, elmegy az életünk. Azt, amit 20 évesen vagy 25 évesen töprengünk, azt 30 évesen nem lehet már megcsinálni. Tehát a töprengés én egyrészt lustaságnak veszem. Tehát Azért töprengünk, mert, mert nem tudunk, nincs meg a megfelelő információ, hogy lépjünk. És ha nincs meg az információ, valójában félünk. Ha félünk, akkor szétszesik az életünk. A félelem az nem baj, le kell küzdeni. A félelem egy fikció. Tehát a töprengés szintén egy fikció. Ne töprengjünk olyanon, amelyben nincs információ, hiszen azért töprengünk. Ha nincs információ, akkor lépni kell. Ezt meg tudom tanítani, hogy hogyan kell információ nélkül lépni. Úgy, hogy helyes irányba lehessen menni. Például annak idején Gatján jön, ez volt az első dolog, hogy olyan technikákat és technológiákat adtam át neki, amelyben nulla információs környezetben lehetett elérni eredményt. Tehát ez azt jelenti, hogy kellett döntsön abban, hogy, hogy hova menjen egy térben és erről a térről semmilyen információja volt sem volt olyan információja sem hogy mikor kell menjen és az sem hogy mit kell megtaláljon. Uh -huh. Ő neki csak el kellett indulnia. Semmilyen döntést nem hozhatott csak mennie 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 és egyszer csak megfogni valamit és amikor megfogta azt a tárgyat az pont ott is volt ahova lenyúlt. Ez tipikusan menni. az amikor az ember azt mondja hogy most elmegyek aranyatásni és tízezer emberből egy találja csak meg. Igen. Csak úgy, hogy elmegy aranyatásni, és mindenki ás, mindenki Igen. kínlódik, ő meg leül a patak partjára, a vízben lerakja egy kicsit a kezét, és kiemel egy aranyzsögöt. Ez, ez pontosan ez. És ez az, ami megtanulható általában? Ez megtanulható. Én ezt tanultam. Én ezt Zolotovtól tanultam, Boris Evgenyevics Zolotovtól tanultam, azt is tanultam, hogy hogy kell megtanulni, megtanítani másoknak. Most van olyan, akinek ezt tanítod egyébként? Igen, van, van. Vannak kollégák, vannak olyan, építek olyan új csapatot, akik teljesen másképp gondolkozva össze tudunk állni, és új eredményeket és új lehetőségeket ki tudunk dolgozni. És mindenkinek tanítom, aki hozzám jön. Aki eljön egy szemináriumra, ezt tanítom neki. Tehát konkrétan ezt, és ezzel már, ha hazamegy, akkor ő saját maga fog tudni generálni olyan változást, amire neki szüksége van. Tehát ugyanúgy önállóan fog tudni élni, és önállóan elér eredményeket, ahogy én önállóan elérhetek eredményeket. Nem lesz függő például tőlem, vagy másoktól, hanem ha akar, együttműködik velem, vagy másokkal. De ha akar, mert önállóan, önállóan is meg tudja csinálni. Nyilván, ha együttműködünk, akkor sokkal nagyobb dolgokat lehet csinálni. Számít az egyébként, hogy ö, milyen iskolai végzettségem van, mennyit tanultam, a lexikális tudás az egyfajta tudás. A lexikális tudást én nagyon nekem nagyon tetszik amikor valaki valaki sorolja a különböző híres embereket költőket idézget meg stb. Én erre nem vagyok képes és de nem is érdekel egyébként de tetszik amikor valaki csinálja. De ez egyfajta tudás. A másik fajta tudás az az amikor bármilyen kérdésre bármikor meg tudsz adni bármilyen kérdésre tudsz adni helyes választ az éppen szükséges választ ez sokkal többet ér. Mert akkor nem függ attól, hogy te, neked leírta-e már valaki ezt a, ezt a választ. Sokkal többre tartom azt a lehetőséget, hogy kapsz egy kérdést, és erre bármilyen választ meg tudsz adni. Miért jó ez? Mert, mert akkor tudsz a legjobban konkurencia nélkül érvényesülni az életben, ha te egy teljesen új dolgot tudsz hozni, és meg tudod találni az optimális utat, hogy, és a mértéket, hogy mennyire legyen ez a valami új. Újat csak akkor tudsz csinálni, ha olyat csinálsz, amit még máshol nincs leírva. És ezt te meg tudod kapni ezt. Ha a lexikális tudásod van, ez segíthet ebben, létrejöhet ebben, ezáltal is az eredmény, meg sikeres lehetsz, de ez egy másik új út. Itt nem az információt dolgozza föl az ember, hanem az információra reagál közvetlenül, nincs feldolgozási idő. Képzeljünk el egy komputert, amelyben nincsen feldolgozási idő, hanem egyszerűen kapja az információt a komputer és azonnal az eredményt adja ki. Ez elképzelhetetlen, de az embernél már ez működik. A komputer ehhez képest nagyon primitív. Viszont a komputer az emberi Minőségnek a lexikális tudására épül. Tehát egy olyan technológiát másoltunk le a számítógépekkel, ami a lexikális tudást másolja. És ez egy elavult technológia. Akkor te vagy a jövő technológiája? Igen, és nagyon-nagyon sok idő múlva fogja megérteni az emberiség azt, amit ezelőtt 30-50 évvel Jevgenyi Vasziljev és Zolotov lerakott a Szovjet Tudományos Akadémiában, és a mai napig is ezek mind titkos kutatások, kísérletek és eredmények. Semmilyen publikációja nem jelent meg, éppen azért, mert minden, amit ő csinált, az mind titok volt. A fia mondta azt, Boris és Zoltov, hogy apám a rakétákat tanítja gondolkozni, én most már az embereket tanítom meg. És ennek az egyik alapja a matematikai fogalom a leader modell, és ennek a gyakorlati megvalósítása az expert operator system, tehát az EOS. Tehát röviden, hogy mi az EOS két percben, akkor hát az EOS az ez. Egy új technológia az emberiség számára, amely, amely egy létező egy létezőt fogalmazott meg, tehát egy felismerés, matematikailag leírva, és már visszaforgatva az életbe, hogy használható legyen, és az emberek ezt már tudják használni. De meg kell tanítani nekik. Köszönöm.